Szia Pityuka! Látom minden egyes videódba rólam beszélsz, hogy én nem jártam ilyen helyen, olyan helyen, amolyan helyen, stb. Mutassak meg neked valamit. Pálmafa. Aloe vera. Örökzöld fa. Örökzöld, egzotikus virág, pálmafa. Fogják kérdezni az emberek, hogy miért nem írom neked meg ezeket privátba. Hát azért nem írom neked meg ezeket privátba, mert mindenhonnan tiltottál. Így muszáj egy videó formájába üzenjek neked. És tudom nagyon jól, hogy nézed a csatornámat, mivel ugye egy nagy rajongón vagy, és mellette szerelmes is vagy belém. Így ezt a kis videót meg fogod nézni, és tudom nagyon jól, hogy erre a videóra fogsz reagálni. Úgyhogy pálmafák között nőttem fel, vagy pálmafák között ebédelek, vacsorázok, viszkizek, jobban mondva. És ami neked újdonság, az nekem már lejárt dolog. Úgy örvendesz a pálmafáknak, mind a 4-5 éves gyerek a homoknak, amikor tudod, játszodnak a gyerekek a farkukkal a homokba, de pont úgy örvendesz a pálmafáknak. Lehet látni, hogy életedben nem láttál még pálmafát, és taknyod nyálad egybefolyik a pálmafáktól, pálmafák látványától. Úgyhogy Pistikém, sok sikert továbbra is, jöjjenek a videók, várjuk a legkomolyabb és legjobb tartalmakat. Egy dolgot megígértél a nagy közönségnek, az pedig az, hogy lesznek gyúrós videók, lesznek tengerparti videók, szórakozó helyről videók, és komoly éttermekből lesznek videók. Erre fel mit látunk? Egy nagy toka fejet. Vagyis szép szóba mondva, saját magadat filmezed, és osztod a 4 osztályos bohóc észt a nagy közönségnek. Csókollak, és ne hagyd abba, Norbert Stu mindig melletted van.